Na most kérdenétek tőle, miért van megvéve ez a két szereplő, meg még egy, ezt kérem, illetve ez a két kábel. Most elárulom nektek, hogy mit célt szolgál mások számára. Vagyis azt jelenti, hogy bizony nem saját használatra, nem saját tulajdonomnak a bővítésére lett ezek megvéve, hanem bizony olyanok számára lett megvéve az a bizonyos eszköz, ahol bizony a bizonyos országban nagyon gyakori szinten vannak áramkimaradások. Hogyha ez bizony az úgynevezett blackout csomag részét képezi ez az egész mindenség, azért is, még mikor van áram, és nincsen éppensége áramkimaradás, van idő éppenséggel ezeket feltölteni, méghozzá szinte gyorsan ezzel a töltő segítségével ezeket a 30 amper órás akkumulátorokat, tehát ha ezeket ugye összeadjuk kapacitásban, akkor 60 amper órát kapunk, és elegendő ahhoz akár egynél több napra is, hogy mondjuk többször feltölthessük a mobiltelefonokat, sőt nem csak a mobiltelefonokat, mert hát azokat nem nagyon lehet egyébként használni tapasztalatok alapján, hanem bizony USB-vel tölthető, de erős és jól működő világítás is lehet ugye feltölteni, se perc alatt gond nélkül, és nem csak a telefonokat. Hát íme kérem szépen, ez a világító jóság, 20 wattos, és bizony ez újra tölthető többször is, és azokkal az előbb említett akkumulátorokkal tölteni fel a lehető felhasználó csodát. Egyébként ki lett próbálva éjszaka, hát eléggé erős, hogy mondjam. 1400 lumenes, 6800 kelvin világítási hőmérséklet, tehát ilyen hideg hőmérsékletű világítást tesz lehető. 3 amperórás, több helyre lehet forgatni. Hát ugye nyilván két oldalon van ezek a lámpák. Gombnyomásokra lehet ugye még a fokozatokat is váltgatni. Jó áréték arányról beszéltük, és bizony alatta van egy mágnes eszető, amúgy mondjuk egy autónak a karosszériájára. Igen, igen, működik, működik. És igen, van benne töltési indikátor, mekkora a töltöttség, és van rajta USB-C bemenet. Na az a helyzet, hogy csak is kizárólag a gyári kábel működik, más kábel viszont nem hajlandó működni. Így is lehet tölteni, de hát annyi hátrány van, hogy az egyik csatlakozóból nem fog kijönni a gyors töltéses áram, és láthatjátok, erről a második kimenetről nem jön a gyors töltéses villamos energia. És bizony sokak számára problémát jelent az, hogy hogyan tudják maguknak megoldani az áramellátást, meg hát ugye korlátozottabbá válik a lehetőségek, amely bizonyára áram kimaradás miatt, hát körülbelül mondjuk egy kőkorszakhoz tudnának ugye közeledni, inkább azért, mert az atomerőművek, a különböző áramtermelő erőművek rendellenesen működnek, vagy egyáltalán nem működik. Szóval ezért lett megvéve mások megbízásából ez a blackout csomagnak az egyik része. Igazából én neveztem el ezt a dolgot, mert hát kell a nem kevés pót akkumulátoroknak megléte. Sőt, tovább bővülne a paletta, sőt, még tovább bővül is, sőt, előtte még paletta ott kezdődött, hogy meg lett véve Magyarországon dízel vagy benzinnel működő áramtermelő agregátor, ami igazából nem volt egy olcsó mulacs, mert bizony ott Ukrajnában elfogytak az ilyen eszközök. Folyóeszközökké váltak, aki tehette, azt megvette egészen addig, ameddig tartott a készlet. Ezek az eszközök természetesen újra becsomagolva ahhoz a készhez fog kerülni,
akinek van számva ezek az akkumulátorok. Tudni akarjátok, a Bezos, illetve az Eschegger, nem is tudom hogyan kell kiejteni, olyan cégek, amely minőségi tartozékokat gyártanak méghozzá Kínából, illetve onnét lehet rendelni AliExpressen keresztül egyenesen a gyártóktól. Arról is ismertek ezek a gyártók, hogy jó árérték arányban eladják a saját termékeiket, így hosszú távon ezeknek a használatával nem lesz problémánk. De aki esetleg nagyobb kapacitású akkumulátort szeretne, annak ajánlom figyelmébe a Romos 60 per órás akkumulátornak a megtekintését, amiről csináltam annó videót róla, megtaláljátok a leírásba vagy az infoboxba magát a videót, illetve hogyha böngésztek a csatornámon, akkor ott szintén meg tudjátok találni az arról szóló videót, mert bizony végképp az ilyesfajta töltők használata is nagyon ajánlott, ugyanis ezek bizony rendelkeznek gyors töltési technológiával, nem csak befelé, de kifelé is, hiszen azoknak köszönhető hatékonyabbá válik az áram felvétel az akkumulátorok számára, és onnét vissza mondjuk a mobiltelefonok számára, amely rendelkezik gyors töltési technológiával. Így garantált az, hogy kevesebb melegedés mellett és kevesebb hőveszteség, nagyobb garanciával ugye töltik ezek az ilyesfajta eszközök, amely az ilyesfajta gyors töltési technológiák adottak. Tegyünk is tapabíróak. Nézzétek meg például ezt a Bezos 20 amper órás akkumulátort. Hát bizony sokszor leesett a földre véletlenül, és bizony nem tört el, semmi problémája nincsen, és ugye ezek a csatlakozó ajzatok még mindig épségben vannak. Ahogy ugyanazon is, ezeken is vannak mikro USB bemenet, csak is kizárólag bemenetként szolgál, amely furcsa módon ott is működhet a gyors töltési technológia, de ki is bemenetként szolgáló USB-C ajzat is jelen van, amely mindenféle gyors töltési technológiát tud támogatni, illetve ott van az USB normál kimenetek, amely például a Qualcomm Quick Charge-t meg a hasonló technológiát támogatja, és egyébként is, hogyha ezek az ilyesfajta eszközök nem támogatják a gyors töltési technológiát, amit feltöltenénk, akkor sima egyszerű 5 voltos maximum 2,1 amperórás amperes töltést ezt lehetővé. Hogyha esetleg tudok valamifajta hasznos infót mondani nektek újabb eszközzel, amely át lehet vészelni az ottani telet, az ottani áram kimaradásoknak a kompenzálását, javítását, meg ilyenek, mármint azzal kapcsolatos helyzetek megoldását, akkor újabb videókat fogok én csinálni. Köszönöm a ti figyelmeteket! Hogyha tetszik a videóim, akkor mindenféleképpen osszátok meg ezt a videót. Illetve, hogyha tényleg hasznosnak találjátok az én tevékenységeimet, akkor mindenféleképpen arra kérnének titeket, hogy mindenféleképpen támogassátok meg anyagilag a tevékenységeimet. Szóval ennyi voltam, Oti voltam, videóztam a csatornába, szevasztok!